Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy örömmel mutatom be nektek Sárnyi Krisztián, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kisbolygó felfedezőjét, kutatóját, a Piszkéstetői Megfigyelő Állomásnak a vezetőjét, ki azért jött most, hogy kisbolygókról is és üstökösökről is beszéljen nekünk a Nemzetközi Kisbolygó Nap kapcsán, és idén két nagyon különleges felfedezése van Krisztiánnak. Ezt én most nem növöm le, ő fog róluk beszámolni. Fogadjátok szeretettel! Köszönöm szépen, sok! Jó! Hát akkor nem is kell beszélnem, a taps megvolt végül is, azért jön az ember, akkor rendben vagyunk. Rögtön én már látom, hogy mi együtt fogunk izzadni nagyon jókat. Azt nekem szorítatlan a nortom, én majd biztos vagyok, hogy közben én az izzadságomat fogom törölgetni. Ugyanakkor rendkívül nosztalgikus hangulatban vagyok, mert én is pont ilyen gyöngyöző homlokkal kezdtem ilyen nyári táborokba, mint ti. 14-15 éves koromban, úgyhogy a hangulat az abszolút megvan. És hát most azért nem akarok szerénytelennek tűnni, de végül is itt arról van szó, hogy ez egy fő üzenetet rögtön az elején elmondom, hogy most itt ücsörögtök, izzadtok, nyilván sok minden más érdekel, meg csillagászat, tehát el lehet jutni egész messzire itt Magyarországon is, hogyha az ember akar, meg vannak céljai. Például olyan felfedezésekig, amelyekről itt most beszélni fogok. Ugye több rétű a dolog, mert hogy a június 30-a van, ami azért nevezetes dátum, nem azért, mert van a kisbolygó nap, hanem azért, mert 1908. június 30-án történt a Tunguz esemény, amiről majd beszélni fogok, egy hatalmas becsapódás, illetve nem becsapódás, hanem légköri robbanás Szibériába, és pár évvel ezelőtt egy magánalapítvány, aki majd el akar jutni a kisbolygókra, kitalálta, hogy erre ráhúz egy jó kis marketing projektet, és kitalálták, hogy akkor legyen a kisbolygó, mert van anyák napja, apák napja, nemzetközi nap, nemzetközi kisbolygó nap is van, ha ezt eddig nem tudtátok, ez ma van, június 30-án, ez egy néhány éves hagyomány. Felemásak az érzéseim ezzel kapcsolatban, de hát nem lehet megállítani, mert eltódul az interneten, és nagyon szeretik a népek, úgyhogy a nemzetközi kisbolygó nap alkalmából beszélek itt nektek kisbolygóról. Ez az egyik része, a másik, hogy Áron viszont többször hangoztatva követelte tőlem, hogy beszéljek a DC-ről, ami nem az egyenáram váltó áramnál az AC-DC, hanem az üstökösök kómájának sűrűsödési fokának a becslése, ami hát egy valami borzalmasan nehéz amatőr csillagászati téma, ezzel mindenki fönn szokott akadni, egyébként nem így van. Majd erről is szó lesz a végén, de alapvetően azért nem erről akarok beszélni, hanem valamiféle ilyen siker, motiváció vagy pályaorientáció, illetve a felvételnek valami kisbolygós tudásnak az átadása, meg persze nektek is. Ugye az egész mizéria, hisztéria, miskulancia kerek évszámnál kezdődött, ugye a 19. század első estéjén, 1801. január 1-én, ez a Giuseppe Piazzi nevű csillagász felfedezett egy égitestet a Mars és a Jupiter között, ahol már nagyon-nagyon régóta sejtették és keresték is, hogy kéne ott lenni egy planétának, mert ahogy szépen felrajzoljuk, hogy Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz akkor már, de amikor még csak a Szaturnuszig ismerték, akkor is már Kepler is felismerte, hogy ott a Mars és a Jupiter között van egy aránytalanul nagy ugrás, van egy széles sáv, ahol nincsen semmi, és ha nagyon oda passzolt volna távolságilag egy bolygó, de hát nem nagyon találták, nyilván felfedezték volna már, hogy a nagy lenne, de reménykedtek benne, hogy valami apróság, vagy valami ott katasztrófa miatt egy széttört bolygónak a törmelékét megtalálják, és aztán végül 1801. január 1-én ez a csillagász, aki nem tartozott azok közé, aki kereste, hanem egy csillagkatalógust ellenőrzött, már létezett egy társaság, működött már évek óta, akik szisztematikusan keresték ezt a hiányzó planétát, vagy hiányzó bolygót. Piazzi tőlük függetlenül találta meg ezt az égitestet, nagy volt az öröm,
Viszont a fényesség alapján, ugye ez nem látszik szabad szemmel, nem álltak le a kereséssel, ez az égi rendőrség nevű csapat nem állt le a kereséssel, mert feltételezték, hogy itt valami törmelék zóna van, vagyis az a bolygó, aminek itt kéne lenni, az széttörhetett, és hogy lehetnek még darabok, és ezt a tudományos okoskodást, vagy rációt, vagy ugye kitalálást, vagy hogy működik a tudomány, tehát hogy ezt várták, hogy ott van, már várták az elsőt, akkor megtalálták az elsőt, de mivel nem volt elég nagy, ezért ugye az volt az elmélet, hogy kell lenni egy másodiknak. A csillagászatban nagyon sokszor van itt, hogy elméleteket gyártunk, ugye Einsteinnek is van egy relativitás elmélet, amit nagyon szépen ismertek, 20. század elején kitalálta, megmagyarázott egy csomó dolgot, ami korábban volt, amit korábban már ismertünk természeti jelenséget, csak nem tudtuk megmagyarázni, ugyanakkor előrejelzett egy csomó olyan természeti jelenséget, amit akkor még nem is ismertünk, de amit azóta eltelt évszázadban szép folyamatosan megismergettünk. Tehát ugye van olyan, hogy találunk valamit az égen, és akkor hozzá kell gyártani az elméletet, ugye ott van például a nap, 2 millió éve ismeri az ember, de csak 150 éve tudja körülbelül, hogy hogy működik. Valamikor van egy elmélet, az előrejelez valamit, és azt meg kell találni az égbolton. És így jól okoskodtak ezek az égi rendőrök, ugyanis Heinrich Olbers, aki már tagja volt ennek a csapatnak, megtalálta kicsit több mint egy évvel később, 1802-ben a második kisbolygót, és aztán még harmadik, negyediket is, ha jól tudom, most a Vesta a negyedik, amit szintén Olbers talált, ugye hajnalban látszik a bolygó sorozatba, ha jól sejtem. Találtak négyet, 1806-ig bezárólag, utána semmi többet, de úgy gondolták, hogy akkor négy darabra szakadt ez a bolygó, aztán 1846-ban egy német amatőr csillagász úgy gondolta, hogy lehet ott még valami, elkezdett kutakodni, és megtalálta az ötödik, meg azt hiszem a hatodik ilyen kis bolygót, amit egészen a 10-valahány, vagy 20-valahanyadikaig bolygóknak hívtak. Tehát az, hogy a Plutót 2006-ban kivették a bolygók sorából, és 9-ből 8 lett, az egyáltalán nem egy hűde nagy dolog a csillagászat történetében, ugyanis az 1860-as évenként környékén egyszer 15 bolygót vettek ki a naprendszer sorából, mert 20-valahány bolygót tartottak nyilván, mert hogy annyi ilyen kicsit találtak, hogy kiderült, hogy ezek itt törmelékek, kell valami újat találni, és ugye akkor még a németek voltak a vezetők csillagászatba, úgyhogy Kleine planéten kis bolygó hozzáraktak egy ilyen jelzőt, és azóta őket kis bolygónak, magyarul kicsi, ugye angolul minor planetnek hívjuk őket. És hát elindult a termelés, az a 19. század végén megjelent a fotográfia, az még jobban felgyorsította, de nagyon sokáig ezek a kisbolygók ott voktak, hogy kell nekik lenni a Mars a Jupiter között, de azért, hogy teltek az idők, találtak egyre több ilyen furcsát, ami ilyen elnyúlt pályán jár, eléggé megközelíti a Marsot, aztán találtak olyat, ami a Jupiter pályája mentén jár, de mégse ütközik sose össze a Jupiterrel, és itt látható, hogy 1898-ban már a 433-as sorszámú Eros kisbolygó volt az első, amelyiket Föld közeli kisbolygónak nevezünk, mert hogy eleinte csak a Marsot közelítőket találtak, aztán egyre inkább kisebb napközelpont távolságúakat, és ez az Eros volt az, amelyik 1,3 csillagász, ez AU, ez csillagászti egység, ugye az angol rövidítésből van itt az ábrán, ugye egy csillagászti egységre van a Föld a Naptól, és ami 1,3, ugye a Mars az 1,52-re átlagosan, és ami 1,3-on belül kerül a Naphoz, kisbolygó, azt mind Föld közeli potenciálisan veszélyes égitestnek nevezik. Ugye az 1,3 vagy 1,29 az még mindig azt jelenti, hogy 45 millió kilométerre nem kerülhet közelebb a Földhöz, ami óriási távolság, de mégis ezt a határt szabták meg, mert azért ezek az égitestek változtatgatják a pályájukat, még ha ilyen 1000 éves nagyságrenden is, és úgy találtak, hogy ami 1,3-nál beljebb van, az ilyen 100 éves, 1000 éves időskálán esetleg beljebb sodródhat és veszélyes lehet, mindegy, ez egy önkényes határ. Szóval 1898-ban, még a 19. században megtalálták az első Földet közelítő, de a Földet eltalálni azért nem bíró égitestet. Majd némi szünet után még mindig a németek, akkor Németországban volt az észlelő csillagászoknak is a központja, az 1930-as években megtalálják az első földközeli, valóban földközeli és a Földet veszélyeztető égitestet. Először az Apollo kisbolygót,
32. április 24-én, mind a kettőt, ez a Karl Reimuth nevű, számomra ilyen nagyon, nagyon német csillagász, tehát én nagyon, nagyon német fejem van, de ez passzol, az Apollo volt az első, amelyik a földpályán belül került. Itt az ábra mutatja, hogy rögtön olyat sikerült találni, amelyik a Vénusz pályáján is belül kerül. Tehát ez volt az első olyan kis bolygó, amelyik ténylegesen hát metszette a földpályát, és 5 évvel később, ősszel megcsinálta Reimuth a másik nagy felfedezést, a Hermész nevű kisbolygót is felfedezte, ami akkor 740 ezer kilométerre, az kétszeres holdtávolságra haladt el, ami ma már nem olyan nagy mondás, mert kétszeres műholdtávolságra is haladnak el kisbolyók, meg még közelebb, de akkor ez egy óriási mondás volt, nem igazán gondolták a csillagászok azt, hogy így égitestek még veszélyeztethetik a Földet, ráadásul ez több száz méter átmérőjük voltak. Ugye itt látjuk, hogy már jó nagy sorszámok vannak, az a 69 ezer azért ne tévesszem meg semmit, ez a kisbolygó ez akkor elveszett két nap után, tovaszáguldott, és az akkori távcsövek nem voltak jók, hogy kövessük őket, és csak a 90-es években találták meg újra ezt a Hermészt, és csak akkor sorszámozták meg, sőt már talán a 2000-es években, amikor már 69 ezerre fölfutott az ismert kisbolyóknak a száma, bár ma már ez is szinte nevetségesen alacsony. Az Apollo is eltűnt egy időre, de azt hiszem a 60-as években újra megtalálták, és akkor kapta ezt a még 2000 alatti sorszámot. Szóval kiderült egy 130-140 év alatt, hogy bizony ez a törmelékzóna, az nem csak a Mars és a Jupiter között van, hanem ebből időnként elszabadulnak égitestek, és beljebb sodrodnak, és a Földet, meg hát aztán a belső bolygókat is veszélyeztetik. Mindeközben, ugye, hogy visszaugorjak a miért van ma az aszteroida nap, ugye 1908. június 30-án történt egy érdekes esemény, akkor ezt még nem rakták össze, de ma már tudjuk, hogy akkor nem 680 ezer kilométerre, hanem 0 kilométerre, vagyis mínuszra ugye a Föld felszínhez képest jött el hozzánk képest egy égitest, kb. 40-50 méter átmérőjű, még az is lehet, hogy üstökös mag, nem kisbolygó. Szerencsére egy szinte teljesen lakatlan területen, Szibériában, ugye Oroszország területén érte el a Földnek a légkörét. Néhány halász, favágó, akik itt ugye hatalmas fenyvesekbe éltek, ők látták meg, tapasztalták meg a hatását, meg a transzszibériai vasút egy arra járó, vagy közelben járó szerelvényéből látták az égen át száguldani ilyen napfényességű nagy tűzgömböt, és aztán egy hatalmas robbanás volt. Sokáig nem is jutottak el ide, ugye 1900-es évek elején járunk, nem csak utazgatunk, meg oda megyünk helikopterrel, meg majd drónnal, meg minden, hanem ez egy több éves expedíciót, ugye ráadásul ugye Oroszországban 1908, aztán ugye 18-19, zűrös évek voltak nagyon, ugye forradalom, meg ilyesmi, és aztán végül a 20-as években jutottak el arra a tájékra, ahonnan jöttek ezek a jelentések, hogy mi történt, és hát egészen döbbenetes állapotokat tapasztaltak, egy óriási területen a hatalmas fenyők, mint a gyufaszálak feküdtek egy irányba, letarolva, kidöntve az erdőségekben, itt ezeket a fotókat a 20-as, 30-as években csinálták. Látszik, hogy már elkezdett sarjadni ugye az új fácskák a letarolt erdő után, de hát itt valami nagyon-nagyon drámai dolog történt, és végül is azt arra jutottak, hogy egy 2000 négyzetkilométeres területen dőltek ki a fák, egy centrumtól sugárirányba. Egyetlen egy probléma volt, hogy egy fia meteoritot, de még csak egy ilyen kicsi dobozba rakhatót, vagy gyufáskatujába rakhatót sem találtak, ezért nagyon sokáig mindenféle fantasztikus elméletek és napvilágot láttak, hogy mi lehet ez a Föld légkörében lépett mini fekete lyuktól elkezdve, egy itt felrobbant idegen űrhajónak a hajtómű robbanásáig, sok minden elmélet volt, mert nem tudták elképzelni, hogy mi történhetett. Ma már tudjuk, mert le tudjuk modellezni komputereken, meg láttunk már ilyet, hogyha nagyon porózus egy ilyen 50-60 méter átmérő, ha vasból van, 50-60 méter átmérő égítés, akkor üt egy 1 kilométeres krátert, mint az arizonai meteorkráter. De ha porózus a szerkezete, amit ma már látunk űrszondákon, akkor olyan megyünk egy üstököshöz, teljesen olyan, mint a műz, ilyen morzsalékos, mint a műzli szelet, olyan testek is vannak, azok nem fogják túlélni a légköri repülést, hanem olyan 10-15 kilométer magasan, mérettől függen, a kisebbek magasabban, felrobbannak, egyszerűen nincs bennük robbanóanyag persze, csak ahogy jönnek be a légkörbe iszonyatos sebességgel, 10-20 kilométer per másodperccel, olyan nyomás és hőmérséklet nehezkedik rájuk, hogy megbomlik a szerkezetük, ugye több ezer fokosra felforrósodnak, és egy
egy pillanatok alatt, a másodperc tölt része alatt az egész test több száz, több ezer tonnás elpárolog, okoz egy nagy robbanást, és az egész szinte gőzzé, vagy ilyen pici mikroszkópikus szemcsékké válik, és a robbanás letarolja alul az erdőt, de szinte semmiféle kézzelfogható anyag nem hullik le, tehát nem történik meteorit hullás. Ilyen is létezik. Ma már ezt pontosan tudjuk, és azért tudjuk, hogy ez egy ilyen égitest volt, és hogy ugye miért érdemes ezzel foglalkozni, a 2000 négyzetkilométer, akkor az a 2000 négyzetkilométer, olyan nagy szám, de is Magyarország is 93 ezer, akkor válik a dolog érdekessé, hogyha ezt a letarolási zöld területet rárakjuk mondjuk Rómának, Olaszország fővárosának a térképére, és hát szépen még a körülötte lévő alvóvárosokat is letakarja. Tehát mondjuk egy ilyen jelenség, ha egy lakott terület fölött történik, bizony óriási galibát okozhatott volna. Ugye szerencsére a Föld felületének 1%-a lakott összesen, ennyit töltünk be, az összes többi az lakatlan. Tehát nagyobb az esély arra, hogy lakatlan terület fölött történik egy ilyen, de hát mint látjuk később azért ez sem garancia semmire. És mind a mai napig, ugye most már szép nagy az erdő, de hát itt ezen a hideg éghajlaton nem nőnek olyan gyorsan a fák, úgyhogy ott még mindig megvannak, mind a mai napig, most már több mint 100 év óta is nem korhattak el a kidőlt fatörzsek, úgyhogy ha valaki idejön és megbirkózik a 10-24-en szúnyoggal, amik ezen a területen élnek, akkor megtekintheti még mindig a kidőlt fákat az erdő mélyén. Na de ugorjunk vissza a kereséshez, mert mondom, ez még egy intermezzo, ezt 908-ban és gyakorlatilag még 100 évig, tehát a 2000-es évek elejéig itt nem nagyon tudtuk, hogy mi van, vagy legalábbis viták voltak, de ez egy fontos és érdekes esemény. Ugye ment tovább a felfedezősdi, sokáig fotólemezeken, aztán bejöttek ezek a digitális detektorok, ami ugye már ti is kattingattok, bár nem tudom, azt hiszem áron lett, teljesen le van tiltva mindenki a digitalizmusról, csak vizuálisan. Igen, mindenki le van tiltva. Szumba szumám, amivel ti fotózgattok ilyen telefonba, és azonnal kész a kép, azt a 70-es években találták föl fizikusok, és a csillagászok a 80-es évek elején rögtön elkezdték használni ezeket a digitális képrögzítőket. Ez nagyon-nagyon-nagyon régi dolog. Ezek sokkal érzékenyebbek, a digitális képek jobban feldolgoztatok, pláne ma már, mire kifejlődtek, és elkezdett robbanásszerűen benépesedni a naprendszer, ez az 1000, meg 10000-hez képest. Olyan nagyon klassz kis ábra, ez nem, tulajdonképpen nem felfedezéseket mutat, hanem egy műholdnak az észleléseit. Ugye ez a két fehér pászma, ami körbe megy, műholdakat általában úgy csinálják, ezzel meg nem mondom, hogy ez a Gaia vagy a Vice, de ugye ezek azt csinálják, hogy szépen szkennelik az eget. Forog a műhold, megy körbe, mindig 90 fokra néz a 90 fokos elongációba, így forog szépen a műhold, szkenneli körbe-körbe az égboltot, ugye errefele van a nap, és mindig egy ilyen derékszögben néz a nappal, és ez a két pászma, ami megy körbe, ugye itt egy év, amíg körbefordul, szép a fehér pöttyök, azok mindig az új kisbolygók, és látszik, hogy egy körbe darál, szépen hirtelen több pár év alatt több százezer darab kisbolygót tud észlelni. Tehát nagyon-nagyon megnőtt a felfedezett kisbolygók száma. Látszik, hogy a többség az ma is a Marson túl van, tehát azért érvényes az, hogy a Mars a Jupiter között van ez a törmelékzóna, de látjuk ezek a kis zöldek, ezen a másik ábrán, ami csak a felfedezéseket mutatja, ezek a pirosak, amik mind ugye beljebb-beljebb szaladnak, bejönnek a belső bolygók köré. Látszik, hogy azért átmennek ezen a fővön, meg kijebb is jönnek, de aztán visszakeverednek, szóval ebből a térségből szabadulnak el, bejönnek ide, nekiütköznek a napnak, vagy bizonyos bolygóknak, és de mindig újra termelődik ebből a zöld zónából általában a Föld súroló kisbolygóknak a serege. És hát ugye nőtt a teljes szám, ugye itt ezt ma írtam ki, ez a mai állás, 1.207.000 kisbolygónak ismerik a pálya elemeit, tehát tudjuk, hogy hogy mozog, ennél már sokkal többet észleltünk, csak egy csomó van, amit még olyan kevésszer láttunk, hogy nem tudjuk kiszámolni. Ebből ez a Neo Near Earth Object, az majdnem 30 000-nél áll a száma, tehát látszik, hogy azért egy jóval kisebb szám, de 30 000 olyan égitestet ismerünk, aminek ellenére az 1,3 csillagászti egységnél kisebb a nap közel távolsága, ezek a pirosok, ennek oda fölírtam, van 4400 üstökös, de az egész kicsi, és hogy micsoda hatalmas mennyiség adattal dolgozunk, ezek a kis pöttyök, meg hogy itt a műhold termeli naponta 10 000-ével a megfigyeléseket, jelen pillanatban már 350 millió
koordinát, időpont és két égi koordináta párt őriznek a különböző erről az 1,2 millió kisbolygóról az adatbázisok. Tehát igazi big data, pláne az utóbbi néhány évben ez a kisbolygászat. És itt szépen látható is, ahogy talán az exponenciális túlzás, de még mindig gyorsulva nő a felfedezett földközeli kisbolygóknak a száma, ugye itt vagyunk 30 ezer alatt, mostanában ez egy június 20-ai állapotot tudtam le tölteni, és itt a színkódok azok a méretet mutatják, ami azért a veszélyességgel is összefügg. Az egy kilométernél nagyobbak, hát az ilyen változó számok vannak, de ilyen 850-880 körül van, ugye, mert sokszor azért csak becsülni tudjuk ezeknek az égitesteknek az átmérőjét bizonyos valamennyi bizonytalansággal. A 140 méternél nagyobbak, ezeket ítélik a csillagászok a legveszélyesebbnek, ez is egy önkényesen kijelölt határ, de mondjuk 140 méternél ezeket szeretnénk most nagyon megtalálni ebbe az évtizedbe mindenképpen. Azok az 10 ezer, és akkor ezek a gyakorlatilag 20 ezer, az pedig kisebb, mint 140 méter, egészen ilyen 1-2 méteres átmérőjű kis sziklákat is meg tudunk ma már látni távcsövekkel, mondjuk a közelebb jönnek, mint a Hold. Mert láthatjuk, hogy még mindig gyorsul a növekedés. Ami egy érdekes dolog, a piros, az egy kilométernél nagyobbak, ugye itt megjelenik, kicsit lehet érzékelni, hogy nő, viszont itt a végén már jó pár éve eléggé egyenes. Ez azt mutatja, ez jó hír annak, aki esetleg már elkezdene épp rettegni, hogy mi van, hogyha belénk jön egy kisbolygó. Az, hogy ez a görbe már az egy kilométeresek nem növekszenek, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az összeset ismerjük, hiszen nincs mit felfedezni már, nem akadnak távcső végre. Magyarán úgy gondoljuk, hogy az egy kilométernél nagyobbakat, amik igazán veszélyesek, és mondjuk ha becsapódnak, akkor le tudnak tarolni akár egy egész magyarországnyi területet, azokat már mind ismerjük. Nem mindet, mondjuk olyan 95%-át, tehát évi 1-2 azért még mindig előkerül, de általában már nem földkeresztező pályán, csak itt a belső naprendszerben pilinszkázva. Ugye adódik a kérdés, hogy van-e olyan ezek közül, amelyik becsapódással fenyegeti a Földet, ha már ezt megtaláljuk, ezért is keressük őket. Végtére is, ugye ez a cél, ez a praktikus cél, hogyha valamelyik felénk veszi az irányt, mondjuk jön egy ilyen tunguszka, egy 50-60 méteres, amit már szépen fel lehet fedezni, akkor találjuk meg időbe, és legalább le lehessen menni mondjuk a pincékbe, hogy ez a épület vagy falletarolós robbanás elől megvédjük a lakosokat. Hát ezek közül a 30 ezer közül a következő ilyen 100 évben egy sem fog a Földnek ütközni, ezt nagyjából már ki tudjuk jelenteni, ám de a felfedezett kisbolyók azért nem fog, mert hogy már van olyan, ami nekünk ütközött. Tehát múlt időben tudunk beszélni. Az első ilyen esemény az 2008-ban történt, amikor október 6-án amerikai csillagászok felfedezték itt ezt a bekarikázott kis pöttyöt. Így történik a kisbolyóknak a keresése is, tehát én magam is így keresem. Az ember több felvételt csinál az égről, csinál belőle egy mozit, ugye itt a csillagok, álló csillagok szépen egy helyben maradnak, és akkor azt keressük azokat a pöttyöket, amik szépen ide-oda mozognak a csillagok között. És ezt megtalálták egy amerikai program keretében, ugye a NASA finanszírozásában. Hát egy első ránézésre átlagos, ez ilyen, még nem is megy különösebben egyébként nagyon gyorsan, bár itt a képen nagyokat ugrik, de azt hiszem van vagy 5-10 perc a felvételek között, de még nem is olyan extrém gyorsan mozgó kis bolygó, de hogy miért volt érdekes, kiderült, hogy nem azért nem megy nagyon gyorsan, tehát nem azért megy lassan, mert messze van tőlünk és veszélytelen, hanem azért megy lassan, mert pont felénk jön. És a mozgásvektor ugye így kioltja egymást, és így lassúnak látszik az égen, holott valójában szépen a Föld fele jött, és kevesebb, mint egy nappal később szépen így egyébként elment volna mellettünk, de a Föld gravitációja kicsit meghúzta a pályáját, és elérte a Föld légkörét. Ez volt az első olyan égitest, amit találtunk, és ez sok nagy, egyből nagy szerencse volt, hogy egy napig követték, már tudtuk, hogy be fog csapódni, mindenki várta. Ugye itt a statisztika érvényesült teljesen lakatlan területen, ez itt Egyiptom és Szudán határa, ez egy infravörös műhold felvétel, ez itt a Vörös-tenger partja, a Szaharában járunk, és pont a műhold, az infravörös műhold készített egy felvételt, egy meteorológiai felvételt, de látszik rajta, ahogy az infraképeken, ugye itt izzik a légkörben, az épp a légkörbe belépő, és ott jó pár másodpercig repülő
földközeli kisbolygó. Ugye mivel kevesebb, mint egy nap volt, és ez egy nagyon nehezen megközelíthető terület, igazából csak hajnalra értek ki a Kairói Egyetemnek a munkatársai, csillagászok, és már jelenséget már nem látták, viszont a hajnali pirkadatban ezt a nagyon érdekes felhőt fotózták le. Hát ez nem más, mint a néhány órával korábban a légkörben végig száguldó testről a légkörben leomló ugye anyag, ami lepárolog róla, egyrészt a napfény megvilágítja a port, másrészt erre ugyanúgy, ahogy a repülőgép koromszemcsére kirakódik a víz, ugye kondenscsíkot okoz, úgy ez vagy világító felhők lesznek ugyanúgy, ugye 80 km magasan a szemcséken, a meteorról lepárolgó porszemcséken is a magas légkörnek a vízkészlete szépen kicsapódik, és ilyen hosszú ideig látszó felhőket okoz, és mivel ez szárazföld felett volt, és ugye Kairói Egyetem, hát keressük meg ezeket a lehulló darabokat, amire ez egy nagyon jó terep, mert a sivatagban tök jó lehet meteoritot keresni, pláne a homoksivatagon, mert a sárga, a frissen hullott meteorit meg fekete. Hát itt kint az erdő vagy a szántóföldön elég nagy bajban lenne az ember, de a sivatag az a legjobb meteorit, annál már csak az Antarktisz jobb, ahol jég van, a legjobb meteoritot kereső. Hát, ha egyetemi professzor vagy, akkor van egy csomó hallgatód, meg doktorandusod, nagyon jó, őket parancsszóra ki lehet vezényelni a sivatagba, csatárlánc, és akkor meteoritkeresés. És busszal kivitték őket, ott hátul látszik a busz a sivatagba, és keressük meteoritot, és bizony nem volt hiába való a dolog, ugyanis a megtalálós felvételen természetesen már csak a professzor van rajta, erre ti is készüljetek fel, amíg fiatalok vagytok. Itt ezek a kis fekete kövek a sivatag homokjában vagy kövezetén lehullva, ez bizony a lehulló meteorit darabok. Egyrészt a földi légkörön az égéstől is feketék, meg ez egy elég fekete anyagú, ugye el is nevezek minden hullást, ez az almahatasitta. Meteor végül kb. 600 darabot szedtek össze, ahogy ugye ez is szétrobbant a légkörbe, de innen ebből lehullottak darabok, mert nem volt annyira porozus, 10 kg-ot sikerült. Na mennyit ide fölírtam én ezt korábban? Mennyi? 80 tonna? Igen, olyan 80 tonnára becsülik, tehát olyan 3-4 méter átmérőjű. Mint itt ez a térség, ahol én itt beszélek, itt előre egy akkora kövecskét sikerült egy nappal korábban megtalálni, és aztán a 80 tonnájából, valószínűleg a 10 kilónál azért több ért földet, de hát nagy a sivatag, biztos nem szedték össze az összes darabot, de egy jelentős részét azért valószínűleg igen. Tehát ilyenek előfordulnak. Aztán olyan is előfordul még mind a mai napig, mint a Tunguszka esetében, hogy sajnos nem sikerül megtalálni az égitestet. Remélem ezt lejátsza, próbálok hangot is csinálni neki. Jó, akkor ez nem. Ez neki valószínűleg internet kell. Ezt majd Norton kivágja. Na, ezt egy Cseljabinsz Oroszország egy autónak a fedélzeti kamerája készítette. Az ott éppen egy napfényességű hullócsillag, egy tűzgömb, ami végig száguldott. Itt szintén ugye Szibériában járunk, annak a az egén.
Szörny. Szóval ez eléggé szép darab, olyan 16-18 méter átmérőjű, tehát talán mondjuk, mint ez a ház, körülbelül akkora volt, és nagyjából a nap felől érkezett, tehát a földpályán belülről, ezért nem tudtuk megtalálni, hiszen a távcsövekkel csak kifelé tudunk nézni. Szépen látszik azért itt a végén, hogy tovább repül, hagy egy jó kis nyomot, és aztán persze sokan látják, elrepül Cseljabinszk városa fölött, nem ott hunyít ki, meg nem ott hulladtak le a darabjai, azok lakatlan területre, egy tóba, meg különböző helyeken szóródtak szét. Ja, aha. Jó, értem. Igen, ennek kéne, hogy hangja legyen. Viszont ha nincs hangja, viszont össze van dugva, akkor ugye nem játszik le hangot. Ezt megnézzük, így megmutatom, mert érdekes. Itt veszik az utcára. Visszatekerem, az a nyoma. Ez a robbanásnak a lökés hulláma, ugye, ami mindig megtörténik, az, ahogy eléri. És ugye 2014 van, 2013, és lehet, hogy az összes autónak a riasztója is megszólal a lökéstől, ugye, mintha meglöki a légnyomás hullám. Na, szóval ilyen is történt. Bekövetkezett az, ami ugye minden 100-ból csak egy, hiszen ha a Föld 100 ugye felszínének csak 1%-a lakott, akkor minden ilyen ablakbetörő esemény 100-ból csak egy fog bekövetkezni lakat terület fölött. Ám itt épp ez a 100-ból egy következett be. A meteornak a robbanása. A meteornak a robbanása, az pont a város fölött történt, úgyhogy bizony lehetett söprögetni, több mint 1000 ember került kórházba, szerencsére senki sem súlyos sérülésekkel, de ezek a berobbanó üvegszilánkok, meg ajtók, meg ablakok nagyon sok embert megsebesítettek, illetve az anyagi kár nagyon jelentős volt. Tehát ilyenek is történnek, ezért szeretnénk ezeket az égi testeket megtalálni. Ezért folyik a kutatás, ezen dolgozom én is, és hát lássuk, hogy lehet ebbe ugye a nagy amerikai távcsövek mellett beszállni. Hát az egész kisbolygó biznisz Magyarországon egy Kulin György nevű csillagász kezdte el, aki aztán az amatőr csillagász mozgalomnak a végül is az atya lett Magyarországon, tulajdonképpen valamennyire az ő köntöséből bújtunk ki mi is, meg valójában ti is valami olyasmi hagyományt folytatok, amit ő kezdett el, főleg a II. Világháború után építeni, 46-47 körül, de előtte 36-tól 41-ig a Schwab-hegyi csillagvizsgálban a Norma Fánál dolgozott, ahol én is, és az ottani nagy 60-as távcsövelőnél a kisbolygó voltak a mániája, vagy a szenvedélye, és keresett ilyen planétákat. Itt látható, ugye akkoriban a 30-as években 1400-1500 körül, aztán a korábbi 80-90-es években több más égitestet is hát megtaláltak. Nem kis öröm, vagy büszkeség, vagy ilyen csillagászattörténeti folytonosság, hogy végül az utolsó megsorszámozott kis bolygóját, azt végül néhány barátom javaslatára rólam nevezték el, tehát van bizonyos kapocs így kettőnk között. Tehát ő volt az első, aki pár évig ezzel foglalkozott, aztán jött a világháború,
más, a budapesti tárcsővel mással kezdtek el foglalkozni, viszont az 50-es, 60-es években a Mátrán fölépült egy új, Mátrában fölépült egy új obszervatórium, oda került egy nagyon klassz távcső, 1962. június 15, vegyük észre, ez majdnem kereken 60 évvel ezelőtt volt, akkor készült az első fotográfia ezzel a távcsővel, mert ez nem is belenézős távcső, nem is lehet belenézni, ez egy hatalmas teleobjektív, ezeket Schmidt rendszerű távcsöveknek hívják, a 30-as években találták ki, hogy hogy lehet ezeket megoldani, és ezeknek az a titka, hogy egy 1 méteres tükörrel, ami 90 centi a szabadnyílása, mondjuk elől van egy 60 centis lencse, tehát lehet csinálni egy 60 centis távcsövet úgy, hogy 5x5 fokot lát az égből. Ez hatalmas, ugye a telehold az fél fok átmérőjű kis kör az égen, tehát ez nagyon nagy területet lát az égből, ezeket ilyen survey távcsöveknek hívjuk. Ma már persze megcsinálják hagyományos, meg más elrendezéssel is, de a 40-es, 50-es, 60-as években ez óriási vívmánya volt a csillagászoknak, mert elkezdhették nagy méretű távcsövekkel az egész égboltot feltérképezni, mert hogy vagy az volt korábban, hogy kicsi távcsöved volt nagy látómezővel, és akkor föl tudtad térképezni az eget emberi idő alatt, viszont nem láttál elég halvány csillagot, mert kicsi volt a távcsöved. Vagy építettél egy nagy tükrű távcsöved, de mivel akkor csak hosszú fókusszal tudtad megépíteni, mert nem volt még számítógépes tükörcsiszolás, ezért hiába láttál halvány csillagokat, annyira pici lett a látómeződ, hogy az égboltot egy ember élet alatt se lehetett volna leszkennelni. De ezek a távcsövek egyesítették ez a Schmidt rendszer, nagy tükör, nagy látómező, és akkor megnyílt az ég, megnyílt az út az első nagy határfényességű, teljes égboltot feltérképező programok előtt. Mi Schmidtünk azt nem ezt csinálta, azzal a szupernóva keresés folyt, ez egy másik téma, majd jön változó csillagokról beszélni a Mizsár Attila, ha jól olvastam. De miközben a távoli galaxisokban felvillanó szupernóvákat kereste egy Lovas Miklós nevű csillagász, aki a legtöbbet dolgozott ezzel a távcsővel, megtalálta az első magyar földközeli kisbolygót is. Kulin találta a rendeseket, ő megtalálta az első magyar ilyen földközelit, egy kis hurkácska így elmozdulva a képeken, az Eger nevű égitest, tehát ez lett az első. Aztán tulajdonképpen ez egy véletlen felfedezés volt, de hát aztán jöttünk mi, Kis László kollégámmal, meg Szabó Gyula kollégámmal a 80-as évek, vagy a 90-es évek végén, akkor már CCD detektor volt, nem ilyen fotólemezek voltak benne a távcsőbe, és elkezdtünk kisbolyókat kutatni, és ugyan nem ez volt a fő téma, de ilyen kis rohangáló, ez is ilyen látszik, hogy csíkot húz, mert olyan gyorsan megy, ezt nem is szoftver találta meg, hanem egy amatőr csillagász barátom szemmel, ahogy átnézte a képeket, hogy nincs-e valami rajta, ő szúrta ki, mert a szoftverek azok pláne akkoriban még csak a csillagokat, meg a pontszerű kisbolygókat tudták detektálni, ezeket az elmozdulókhoz, az ilyen csíkot húzókhoz még emberi előtt kellett bevetni, de hát nem ez volt a fő téma, és ilyen 22 év alatt találtunk 8 darabot, meg persze még több ezer fővi kisbolygót is, de a témánkhoz ez illik, de tulajdonképpen ez egy ilyen melléküzemág volt. Egészen 2020-ig, tehát 2 évvel ezelőttig, már az előtte való 4 évben egy jó nagy projektnek köszönhetően a kereskedelmi forgalomba kapható legnagyobb digitális kamerát, ez látszik, ez egy ekkora érzékelő, tehát így a tenyérbe épp, hogy elfér 10x10 centis 1500x1500 pixelnyi fénygyűjtő felület van benne, azt sikerült megvásárolni, mindenféle háromszoros vákum, meg mínusz 40-50 fok van benne, és beépíteni ennek a Schmidt távcsőnek a gyomrába, és 2020 augusztusától elkezdődött ez a föld, hogy már csak a föld közeli kisbolygókra koncentráltunk, és hát ez most a gyűjtemény, ezt nemrég frissítettem, ugye itt van pár kép, hogy néznek ki. Hát sokszor elég halvány dolgokkal, ugye van amelyik pötty, van amelyik ilyen kis elnyúló csík, de szerencsére kiszúrja a szoftverek, ezt szemmel találta egy ilyen velem együtt dolgozó amatőr csillagász, erről itt 4 kép, és van ennek ezek mindenféle sebességgel, nagy bélyeggyűjtemény, úgyhogy az elmúlt másfél évben, hogy már erre koncentrálunk, ugye még korábban 22 év alatt 8-at, úristen, most már 68-at sikerült felfedezni az elmúlt másfél évben. Úgyhogy szép, szép nagy a gyűjtemény, hogy mi is beszálltunk ebbe a buliba. És ami igazán érdekes, az a 64. volt a sorban, március 11-én, 1924 UT,
az márciusban még csak egy órát kell használni, tehát 20-ra 24, tehát így este 8:30 körül föltűnt az újabb, így már 64. ilyen gyorsan mozgó kis pöttye csillagok között. Ugye ezt számítógépes szoftverrel találtam, és ilyenkor az történik, hogy a képen kiadja, elkezdi feldolgozni a képeket a szoftver, megkeresi rajta a mozgó objektumokat, kidobja, én meglátom, és akkor ott megy ez a kis pöttyöcske, arról kimérjük az égi koordinátákat, azt automatikusan megcsinálja a program, elmentődik, és akkor ugye ez a kép, ez egy ilyen 4 felvétellel készült, de közben a távcső az megy tovább, tehát mikor én ezt megtalálom, akkor a távcső már dolgozik tovább, és akkor el lehet dönteni, hogy fú, ez annyira elkapja az ember harci idegességet, hogy befejezi a követést, és gyorsan visszamegy erre, és elkezd újabb pozíciókat gyűjteni, vagy azt mondja, hogy nem megy annyira gyorsan, megvárom, még lefut, még várok egy 20 percet, még véget ér az a szekvencia, ami így szkenneli az égboltot, csempézi, és majd visszamegyek utána a kis bolygóra. Na hát általában elfog a harctéri idegesség, és mindig megszakítom a programot, és gyorsan visszamegyek az objektumra, de itt gondoltam, hogy higgadt leszek és nyugodt, megvárom szépen, hogy befejeződjön a szkennelés, és majd visszamegyek egy 20 perc múlva, vagy 30 perc múlva a területre, na pont itt nem kellett volna megcsinálni egyébként. Illetve egy idő után már én is kezdtem aggódni, hogy lehet, hogy rosszul döntöttem, mert hogy ezt a 4 darab koordinátát, ezt szépen bemásoltam egy ilyen internetes szoftverbe, bedobod az égitestnek a koordinátáit, nyomsz egy entert, és azt kiszámolja ebből a pár koordinátából, hogy hát elsőre egy nagyon közelítő valamit, hogy ez hogy mozog a naprendszerben, miféle pályája van, és kiad olyan valamilyen számokat, amit megmutatják, mert kijött nekem egy ilyen sor egyszer csak itt, hogy impact. Becsapódás, 14-21-22 UT, tehát ez körülbelül 2 órával azután, hogy megtaláltam, hogy becsapódott a kisbolygó, hát de már láttam ilyet, az ember ugye tapasztalt, sokszor van ilyen. Egyszerűen annyira rövid ez az egymás utáni pár perc, vagy egy perc, mennyit ki is ír, igen, 67 másodpercen belül készült 4 kép, ez annyira rövid, hogy az, hogy itt kiírja egy impact, már volt olyan, hogy kiírta, csak aztán további megfigyelések után kiderült, hogy nem jön nekünk, úgyhogy vártam jó 27 percet, visszamentem a területre, és teljesen meglepődtem, mert a kisbolygó egyrészt nem ott volt, ahol várható volt, másrészt már egészen másképp nézett ki. Hiába használtam ugyanolyan hosszú expozíciót, már nem csak egy kis pötty megy, mint az előző képeken láttatok, hanem már csíkká húzódik. Tehát felgyorsult a kisbolygó 27 perc alatt. És először ez kicsit és máshol is volt, messzebb volt, mint ahol vártam. Először azt hittem, hogy egy másikat találtam, és elkezdtem keresgélni az előzőt, aztán rájöttem, hogy ez ugyanaz, csak felgyorsult, és itt először elszomorodik az ember, mert ami ilyen gyorsan növeli a sebességét, az általában műhold szokott lenni. Nem ilyen föld körül keringő 90 perces, mint az ISS, de van egy csomó olyan rakétafokozat, geostacionárius pályáról elszabadult műhold, ami elmegy több százezer kilométerre, akár a holdig is, és úgy kering körülött több napos periódussal, és úgy néz ki elsőre, mintha egy földközeli kisbolygó lenne, de aztán kiderül, mikor észreveszed, hogy valójában egy kiégett rakétafokozat. Beírtam az újabb 4 koordinátát, hát nézem, hát még mindig impact van, ezért mindig nekünk akar jönni, de akkor már elkezdtem mondani, hogy nem, tehát olyan kicsi az esélye, ugye 2008-ban találtak egyet, azután még 3-at. Tehát ezelőtt 4 olyan volt, amit felfedeztek, mielőtt becsapódott volna a 30 ezerből. És aztán tovább követtem, és csak megmaradt az impact, és amikor már 39 percnyi követés állt rendelkezésre, egy tizenvalány koordináta, akkor be kellett látnom, hogy itt valahol 70-nek 10 fok körül, ugye ez a 70-es széles, tehát valahol északon a 10 nyugat, az ugye meg Greenwich-től nyugatra, tehát megnézzük valahol Izland fölött az Atlanti óceánba, de az égitest ez lehet, hogy tényleg be fog csapódni. Lehet, hogy találtam egy olyan kis bolygót, ami eléri a Földet, amit eddig a korábbi 4-et csak az Egyesült Államoknak a nagy távcsövei felderítettek. És bizony, ezeket az általam ezt elküldi az ember egy nemzetközi adatbázisba, ezt folyamatosan figyelik automat a szoftverek, az ESA-nak van, meg a NASA-nak is van egy olyan szoftvere, ami figyeli ezeket, és ugye itt kiírja ezt a SAR kódot, beírja a 14 észlelés, ugye 0,6 óra, az 36 perc alatt, és kiadta nekik is, hogy bizony, itt akkor még egy viszonylag hosszú becsapódási szakasz, és hogy ebből becsapódás lesz.
Úgyhogy de hát korábban még volt egy nap, amikor azt a 2008-asat felfedezték, itt kiderült, hogy mire az egész lefutott, volt még kevesebb, mint másfél óra. Tehát a felfedezéstől 2 óra, de mire egyáltalán letisztázódott a dolog, volt 1,25 óra a becsapódásig. Végül ezt a helyet találták. Itt van egy kis szigetcsoport, a Jan Mayen sziget, ez teljesen lakatlan, illetve van rajta egy NATO katonai radarállomás, annak van egy néhány fős személyzet, de alapvetően az óceán fölött történt. Úgyhogy nem nagyon volt más hátra, mint az égen egyre gyorsabban menő kisbolygót próbáltam követni, meg ezt a pillanatot így átélni, mert valószínűleg azért statisztikai alapon ez egyszer van egy ember életében, hogy egy ilyet talál, és akkor követtem az égitestet, álltam a távcsővel tovább, de tulajdonképpen ilyen látvány szempontjából kitaláltam, hogy 1 másodpercnél már nem fogom jobban lerövidíteni az expozíciós időt, mert olyan rövid időt már nem lehet mérni. Úgyhogy ilyen 1 másodperces expozíciókat csináltam, és szépen ebből lehetett csinálni egy ilyen jó kis animációt, hogy látszik, hogy 1 másodperc alatt, ahogy közeledik a Földhöz, egyre hosszabb utat tesz meg a kisbolygó, és végül a leghosszabb csíknál már csak 12 000 kilométerrel volt a Földünk felszíne fölött. Ugye a geostacionális műholdak, mondjuk amik a meteorológiai képet adják, amivel nézitek, hogy derült lesz este, azok 26 000 kilométeren keringenek. Tehát ez már akkor jóval alatta volt, és akkor 11 perc volt még a becsapódásig, de akkor már persze nem tudtam fotókat készíteni, azt még csak megvártuk így a családdal, mert még ébren volt a kislányom meg a feleségem, ők is teljesen hitetlenkedve nézték, vagy gondolták, hogy ilyet találni, és aztán megtörtént a becsapódás, itt van a pálya, ahogy pont ez a néhány méteres kis égitest pont elébe találja. Az egyébként tök picike találati felület a naprendszer körül, tehát a Föld pályának az átmérője, ez meg a hosszához képest a Föld, az egy iszonyú picike találati felület. És mégis időnként előfordul, hogy eltalál minket, és hogy tényleg megtörtént, azt ilyen infrahang detektorok mutatták Grönlandon meg Norvégiában, hogy az infrahangokat füllel nem halljuk, de a légkörbe több ezer kilométerre terjednek, nagy robbanások, vulkánkitörések után is, ha nagy robbanások, vulkánkitörések után ilyen infrahang járja be például a Földet, vagy meteor robbanásoknál is, és itt szépen tulajdonképpen ez egy ilyen füllel nem hallható hangrobbanás több ezer kilométerre elterjed. Azok is észlelték, és végül 1-2 hét után kiderült, hogy létezik egy ilyen katonai műhold hálózat, meg meteorológiai műholdak is ma már, amik a felhők fölött, nyilván ugye az űrből, a Föld körül keringve, figyelik az egész Földet, és nem csak a felhőket nézik, hanem direkt ilyen felvillanásokat keresnek, arra vannak beprogramozva, mert ugye a 80-as években kiderült, hogy bizony nem is olyan ritkák azok az események, amikor a Föld légkörében felrobban egy ilyen kisbolygó, és fényfelvillanást okoz. Ez annak a térképe, ha jól sejtem, ilyen 900 körül van most azoknak a robbanásoknak a száma, amit észleltek 1988-tól, ez egy áprilisi. Ez a nagy piros, ez a Cseljabinszki esemény, ez a legnagyobb, amit az elmúlt évtizedekben találtunk. Ebből viszont látszik, hogy ezért nem fordul elő sűrűn egy olyan, ami így az ablakokat is betöri. Vannak itt ilyen kisebbek, és akkor itt Izlandtól északra ez az én kis becsapódás, amiből látszik, hogy azért ez 4 kilótonnat, ugye 4000 tonna TNT, trinitrotoul robbanás erejének. Látszik, hogy azért nem volt az elmúlt, nem is tudom, 30-35 évben sok, körülbelül 30 ilyen energiájú esemény volt, mint ennek a néhány méteres égitestnek a becsapódása. És hát aztán persze felkapta ezt a média, ez elég nagyot szólt, tehát ez azonnal a NASA, ez a kültörte, és akkor újságírók jelentkeztek, de nem csak Magyarországon szokták, hanem külföldről, és hát a legnagyobbat azt ez a Daily Mail nevű, hát angol burvárlap robbantotta, ami nem talált jobb módszert, vagy angol humor, hogy egy fél zsiráf méretű, mert hát hogy érzékeltetek, hogy mennyi a 3-4 méter, egy fél zsiráf méretű kisbolygó talált el a Földet, csak 2 órán felfedezve, na ez a fél zsiráf, ez kiszabadult a kibertérbe, ez nagyon sokat megevett, és hát elindultak a fél zsiráfos mémek, tehát a kisbolygós, tudományos, becsapódós felfedezés, ez ilyen mémgyárat indított el az interneten, hogy mennyire popkultúrában, mennyire bele lehet a csillagásszal szivárogni, és akkor ezért ugye a dinoszauruszokhoz nyilván kellett egy egész zsiráf, ami kipusztította őket, és hát ugye valaki megtalálta, hogy tulajdonképpen ismerjük a fél zsiráfot. Ja, és te azt mindig elfelejtem, okapi vagy valami afrikai ilyen az.
ilyen négy lábú állat, ami tulajdonképpen olyan, mint egy fél zsiráf, olyan csíkos is, meg olyan is a fej, csak mintha a fejét azt levágták volna meg a lábait. Tehát van fél zsiráf, meg ott ugye egy kis, megint egy kis angol humor ugye az amerikai mértékegységre, hogy a zsiráfot kitalálják, a métert az soha. Szóval még ilyen is lett ezzel. Mi történhet még veletek? Ugye az én életemben volt az egyetlen. Ti életetek az még sokkal hosszabb lesz. Ez most a méreteloszlás, amit ismerünk. A 0-30 méter ide tartott az enyém. 8000-9000, ami 30 és 100 méter közötti. A becslések szerint a 40 méternél nagyobbak. Ugye? Tehát ez, meg ez, meg ez. Ami körülbelül egy 20 000, abból 840 ezer van, ami a földpályát keresztezi, most 20 ezret ismerünk. Tehát van még meló, mit megtalálni, még nektek is lesz. Én már nyugdíjas leszek, mikor még bőven nem fogjuk ismerni az összes kisbolygót, különösen, hogy a 4 méternél nagyobbak, tehát a fél zsiráf méretűek, azoknak 400 millióra becslik a számát. Ezek már galibát nem okoznak, mert a légkörbe felrobbannak, még meteorit sem biztosan hullik belőle. De hát mégis ez meg kéne találni őket, ez a meló, ez már biztos, hogy rátok vár, számítógépek ide, óriás távcsövek oda, ezzel még pár évtizedet el fog szórakozni az emberiség, hogy megtaláljuk ezeket az égitesteket. Jó, sokat beszélek. Úgyhogy nagyjából ez a kisbolygó sztori, ez szól a kisbolygós napnak. Ugye most jönnének az üstökösök, illetve hát egy üstökös felfedezés is volt, mert az ember, amikor az eget pásztázza, akkor sok egyéb dologba is beleakad. Például csudaszép üstökösökbe, amiknek a története hát elég messzire nyúlik vissza, a más nem mondjuk akkor kínai krónikákba, de ezzel nem akarok innen kezdeni, csak felvillantom, hogy például az első nyomtatott ábrázolások Európába üstökösökről csak 1400-as, 1500-as években vannak, ugye Kínában több mint 2000 évesek, és ekkor még csak ilyen krónikákban, néha évtizedekkel később megjelent kis rajzok, vázlatok. Az első ilyen komolyabbnak nevezhető tanulmány az 1577-ben jelenik meg, Tycho de Brahe tollából, ki akkor egy nagyon fényes üstököst észlel, illetve a mozgását először Keprel vizsgálja 1618-ban. Volt egy... Igen? Igen. Nem veszélyes. 2029. április 13-án, péntek 13-án kerül legközelebb föld közelben. Meg tudom nézni, 20 ezer. A geostacionális műholdak alatt fog eljönni, 10-valány ezek kilométer. Nem fog belénk jönni, ám de még sokkal látványosabb lesz, mint ez a bolygó együttállás. Azt mondom, mert hogy ugye az Apophis, az főleg azért veszélyes, mert az nem ilyen 4-5, meg 10-20 méter átmérő, hanem az Apophis az ilyen 250-300 méter átmérő. Tehát az eltalálna minket, az jó nagyot szólna azért. Tehát egy ilyen mondjuk magyarországi megyényi területet biztos, hogy le tudna tarolni. Viszont mivel nagy, ezért amikor eljön mellettünk ilyen közel, nem csak ilyen távcsővel észlelhető pötty lesz, amit eddig mutattam, hanem úgy beeslik, hogy olyan 2-3 magnitúdó lesz a fényessége. Magyarán 7 év múlva lesz egy szabad szemmel látható földközeli kisbolygó az égen, ami körülbelül a statisztikák szerint 1000 évente egyszer fordul elő ez a szerencsés együttállás. Ráadásul ugye ez pár óra, amíg elmegy mellettünk, de pont 13-án este lesz, sőt, tehát este lesz nálunk Európában, tehát pont tőlünk lesz jól látható. Tehát nem kell elutazni mondjuk Japánba, hogy ezt megnézze az ember. És valahogy észre, tehát délről fog jönni, és éppen a közelség, szóval azt hiszem így a tavaszi, ugye április van, és a tavaszi égen talán a Göncölbe is be fog menni. Tehát az lesz, hogy néhány óra alatt egy ilyen 2-3 magnitúdos kis pötty, amit valószínűleg szabad szemmel lehet majd látni, hogy megy a csillagok között lassan, mint egy műhold, csak annál lassabban, szépen el fog haladni mellettünk. Úgyhogy már csak 7 évet kell aludni, vagy 7 évnyi éjszakát kell aludni. Tehát 2029. április 13. amikor ez jön, de elkerül minket, és a utána is lesznek közelítések, de ebben a következő pár évszázadban biztos, hogy elmegy mellettünk.
És aztán az 1600-as években vissza az üstökösökhöz, megjelentek az első csillagászok, akik üstökösöket kerestek, megtörtént az első távcsöves üstökös felfedezés 1680-ban, 80 évvel a felfedezés után, 80 évvel a távcső feltalálása után, de ekkoriban még nagyon nehéz volt eldönteni, hogy ki látott meg először egy üstököst. Ugye nem lovaskocsik, posta, ekkor azért már ugye Amerikát felfedezték, vannak expedíciók, sokszor előfordult, hogy 5-10 évvel később egy mondjuk Dél-Amerikából visszatérő expedíciónak a feljegyzésé, vagy a hajónaplóba jött egy információ, hogy a déli tengereken hajózva egy fényes üstököst figyeltek meg, ami az északi égboltról nem is látszott például, tehát sokszor volt ilyen, de nem lehetett előtteni, hogy sokáig az üstökösök nem kaptak nevet. Mert valójában sokáig eléggé össze-vissza hivatkoztak rájuk, végül a 20. században visszafele megnézték a történeti feljegyzéseket, és azt találták, hogy 1750-1760-tól kezdve nagyjából már el lehet dönteni, akkor már volt olyan postaforgalom, levéljárás, megmaradtak annyira a dokumentumok, hogy el lehet kezdeni neveket adni az üstökösnek, és nem tudom mennyire, ugye még elején vagyunk, de talán Messé neve, ugye az égen található legszebb mélyé objektumok, a Messé katalógusról fölmerült, aki az első igazán komoly és ismert üstökös vadász volt. Ő kezdett el ezzel foglalkozni, és az ő korától kezdve, amiket ő talált, már tényleg Messiének nevezik, és az azóta eltelt évszázadokban rengeteg csillagász, amatőr csillagász áldozta arra a karrierjét, hogy üstökösöket keressen, mert ez valahogy ennek van a legnagyobb teret, ugye Héli üstökös, Hale-Bopp üstökös, ez az egyetlen egy égitest típus az égbolton, amit a felfedezőjéről neveznek el. Ugye a kisbolygókat, azoknak valamilyen nevet lehet adni, de a csillagász nem nevezheti el magáról. Tehát a csillagászok ügyesek megoldják és elnevezgetik egymásról. Így van nekem is kis bolygóm az égen, meg sok másnak. De az üstökös az egyetlen, amit hivatalból rólad fedeznek el, rólad neveznek el, ha bizonyítani tudod, hogy te vagy az első, aki lefotózta. Ez egy ilyen népsor, hogy milyen számok gyűltek össze, ugye erre Messier a 12 felfedezésével nem is fért föl, de mondjuk Jean-Louis Pons, aki az 1800-as évek elején közvetlen Messier után dolgozott, ő 26 üstökös látott meg a távcsővel elsőként. Ez egy nagyon, nagyon nagy szám. De szóval jó hosszú a lista, csupa idegen főkép amerikai név, de ez tényleg egy ilyen nemes versengés, ahol nagy hírnevet lehet szerezni. És az üstökös, vannak magyar felfedezési üstökösök is. Kulin György, aki a kisbolygókat figyelte, ő is igazán látszik az írásaiból, hogy szerette a kisbolygókat, ez volt a szenvedélye, de nagyon-nagyon akarta azt, hogy egy üstököst is találjon a fotólemezeken, mert az az igazi írnév, az az igazi mondás. Úgyhogy még egy olyanba is beleszaladt 1940-ben, hogy annyira szeretett volna felfedezni, ez mondjuk egy tudományos karrierre, egy észlelői karrierre is fontos, hogy néha az ember van, amit annyira akar, vagy annyira elképzel magának, hogy egy időn elkezdi látni. Lásd a Mars csatornáknak például az esete, ha majd olvastok róla. Ezt nagyon-nagyon figyelni kell, nagyon-nagyon azt a határt meg kell találni, ahol a távcsőbe nézve, vagy akár egy fizikai folyamatot vizsgálva, egy számítást, egy elméletet feltérképezve, hol van az a határ, ahol a fantáziánkat még engedni kell, mert az a tudományos felfedezés szempontjából fontos, hogy legyenek ötletek, legyenek ugyanaz, legyen fantáziák, de hol van, ahol már nem szabad átengedni a fantáziát, mert átmegy a fantazmagóriának a mesdjén. Ezt nagyon nehéz megtalálni. Sokszor ez jóhiszemű tévedés, de sajnos a tudomány történetéből, sokféle tudományákból ismerünk rossz szándékú tévedéseket is, mikor pénzért, hírnévért valaki olyasmit állított, sajnos főleg az orvostudományban az utóbbi évtizedekben ez eléggé sokszor előfordult, ami nem igaz, ami kimondott hazugság, de van sok jóhiszemű tévedés is. És ilyen volt ez a Kulin Györgynek az üstököse, és az egyik kisbolygóját, amit először kisbolygónak jelentett be, a következő képeken, amivel követte, úgy vette észre, mintha valami ködösség lenne körülötte, és akkor bejelentette, tehát itt mindenféle régi dokumentumok vannak, hogy ez egy üstökös, amit a következő évtizedekben nem sikerült bizonyítani, mert hogy ezt 40-ben találta, és úgy számolta, hogy rövid keringési periódusa van 6-7 év, de nem sikerült azóta sem megtalálni ezt az üstököst. Azért számolt ilyen rövid keringési időt, a kisbolygók átlag 4 év, mert ez valójában egy kisbolygó volt. És aztán a 80-as, 90-es években megtalálták, más felfedezésekkel is azonosították, és kiderült, hogy valójában ez egy kisbolygó.
Sok ilyen esetet ismerünk a csillagászat történetében, mikor nem, a csillagász nem tudta eldönteni, vagy tévesen döntött el egy jelenségnek a miben létét a fotólemezen vagy a papíron. Ugye az egésznek az számomra a nagy poénja, hogy valójában ez az az égi test, ami végül egy, az ugye sokáig név nélkül maradt, mert egy bizonytalan volt a státusza, de amikor kiderült, gyakorlatilag most a 2000-es években vagyok, ez biztos, hogy nem üstökös, hanem egy kisbolygó, akkor ez volt az, amit végül is a nevemre vehettem, vagy hát ugye egy másik amatőr csillagász, meg csillagász barátám javaslatára végül is rólam nevezték el, és így ezt a valaha volt üstökös sikerült felfedezni, de ugye azért, aki nagyon szeretne valamit, meg sokat dolgozik ért, annak meg lesz a jutalma. Végül 2 évvel később Whipple Bernasconi Cullin néven, egy amerikai, meg egy olasz csillagásszal nagyjából egy időben, ezt a fotólemezeken látható, ilyen üstököst, ugye több felvételt csináltak egy fotólemezre, hogy takarékoskodjanak a nyersanyaggal. Végül lett egy Cullin üstökös, de ezt nem fotográfiákon találta, ugye a szerencse is milyen forgandó, meg mennyire résen kell lenni, hanem csak akarta kezdeni a fotókat, és a nagy 60 centis böhöm távcsövön lévő kis 4-5 centis kereső távcsővel ellenőrizni akarta, hogy milyen jó az égbolt. És beállított egy galaxist a Kóma Berenikében, a koordináták alapján, ugye osztott körökkel, belenézett, és az a rész, hogy ez nagyon fényes ez a valami. Ez a galaxis nem lehet ilyen fényes, és akkor elkezdte nézegetni, hogy mit rontott el, és akkor visszanézett a távcsővel pár perccel később, és látta, hogy elmozdult a kis foltocska. És akkor jött rá, hogy ez azért fényesebb, mint a galaxis, mert hogy ez nem az, hanem egy üstököst állított be véletlenül, amit akkor még hát nem nagyon nem ismertek. És aztán követte, látta, hogy elmozdul, elkezdte fotózni, és valójában sokat dolgozott érte, de mégis a véletlennek köszönhetően találta meg az üstököst. Ez is gyakran előfordul a tudományos pályán, de résen kell lenni, fel kell ismerni ott akkor az adott pillanatban, hogy valamit te találtál. Vannak adatai, ugyanígy, ahogy a kisbolygóknál ott is a háború ugye elsöpörte ezt a kutatást, a második világháború, de aztán ez a piszkés és mit távcső visszahozta, itt már Lovas Miklós nevével kell megismerkedni, ez egy jóval nagyobb távcső, jó égen, nem csak néhány évig tartó program volt, és végül Lovas Miklós, hát ezek nem voltak túl fényesek, nem egy Hale-Bopp, de még nem is csak, amit az este nézegettek K2, ezek ilyen tizensok magnitúdós kis üstökösök. Végül itt az évtizedek alatt ezt végigpörgetem, a fotólemezeken az egy Eger földcsúroló kis bolygó, meg az 50 szupernóva mellett 5 darab ilyen üstököst is összeszorgoskodott végül Lovas Miklós. És ez az utolsó felfedezése 86. november 28-án, ez személyesen azért érdekes, mert én ekkoriba kezdtem el csillagászkodni, 85-86 környéki, 87 környékén kezdett el engem érdekelni ez az egész csillagászat, mikor 12 éves voltam, nagyjából ekkor szokott ez megtörténni, és ez a 86-os üstökös felfedezése, ez belekerült az 1988-as csillagászti évkönyvbe, ami akkoriban még sokkal kevesebb könyvet lehetett kapni a boltban, mint mostanában, és a csillagászti évkönyv az egy ilyen nagyon várt, ilyen bibliája volt az embereknek, ott lehetett csillagászatról olvasni, és az a Lovas üstökös belekerült a 88-as csillagászti évkönyvbe, amikor engem azért az üstökösök már igencsak érdekeltek, és hát ámulattal olvastam, hogy jé, egy magyar csillagász talált egy üstököst, akkor a korábbi 4-ről még mit sem tudtam, akkor nem lehetett olyan könnyen hozzáférni az információkhoz most, de ott láttam, hogy Lovas Miklós valami piszkés tető nevű helyről felfedezett egy üstököst, és ez akkor engem nagyon megbabonázott, hogy hát a magyar ember is találhat üstököst. És akkor innen eredeztethető az, tulajdonképpen 1987-88-ból az, ami végül az idei év első éjszakáján, ha jobban belegondolunk, január 1-jéről 2-ára viradó éjszaka megtörtént. Vélem, hogy miközben ilyen gyorsan mozgó, földsúroló kisbolygókat, kis a képen ugráló pöttyöket kerestem, hajnalban, már az észlelés vége felé, január 2-át írtunk, találtam megint egy ilyen gyorsan mozgó kis izét, ami viszont itt a képen is szemben látható volt, hogy nem olyan pontszerű, mint a csillagok, nem kis bolygó volt, hanem mintha valami ködösség lett volna körülötte. De hát mondom, ilyen gyorsan, földközeli üstökös, és még nincs felfedezve, hát ez kizárt, biztos, hogy lehet. Néztem az ilyen ismert üstökösöknek, meg minden, megnéztem a kisbolygókat is, hát időnként majd kisbolygók elkezdenek anyagot pöfékelni, és üstökös lesz belőlük, nem volt benne sehol. Lehet, hogy én tök véletlenül találtam egy üstököst, visszamentem, ugye itt a nagyon bezavart, itt először azt gondoltam, hogy lehet, hogy ezek a csillagok vannak közel, és csak ez ilyen. Ezért, úgyhogy ugyanúgy megtaláltam egy 10-20 perccel a kép készítése után,
És akkor újra lefotóztam, akkor már elment a csillaguk, hát mondom, hát már pedig, hát látszik a kép, hogy ez egy üstökös. Nem túl acélos, olyan 18 magnitúdos, ugye 12 magnitúdóval halványabb, mint a szabadszemes határ, de mégiscsak egy üstökös, összeadogattam sok képet, akkor még inkább ilyen kiterjedtnek tűnt a kómája. És valójában már egy kicsit elengedtem ezt az üstökös témát, illetve idén nyáron akartam ebbe a nyári rövid éjszakákba rákoncentrálni az üstökös témára, de végül ez ugye megint az, hogy az embernek a szerencse néha. Ha sokat dolgozik, akkor idő után azért mellé szegődik a szerencse. És akkor elkezdtem követni, teltek múltak a napok, hát teljes idegbaj, ugye az ember mégiscsak élete felfedezésében van. De hát az üstökösöket napokig, vagy gyakran hetekig kell követni, mielőtt elnevezik őket, mert biztosak kell lenni abba, ugye mivel ez egy nagyon nagy súlyú dolog, ezért nagyon nagy bizonyítékok is kellenek hozzá. Tehát el kell kezdeni követni, észlelni, hogy kiderüljön az, hogy esetleg ha valaki egy mondjuk periódikus, és 10, 20, 30, 50 éve már valaki lefotózta, akkor bizony őt illeti a felfedezés. Tehát ki kell derülnie annak, hogy te vagy biztosan az első, hogy a nevedre vehess. Szerencsére itt nem kellett heteket várni, mert szerintem meghaltam volna kialvatlanságba. Már nagyon-nagyon nem bírtam aludni, állandóan azt vártam, hogy mikor jön a hír, hogy elnevezték rólam, de végül január 7-én, csak 5 nappal a felfedezés után megkíméltek, és kijöttek, akkor is észleltem, ugye ez 7-én napközben, ugye 7-én fotóztam le, lefeküdtem aludni, és épp aludtam azt a pár órát, amit bírtam, amikor megjött hajnalba, az Amerikába akkor, ahol ezeket a körleveleket kibocsátják, akkor még éjszaka van, megjött, hogy a névet itt a digitális vagy internetes körlevélben nem használnak ékezetet, de végül is a hivatalos nyomtatott irodalomban megjelent az, hogy ugye A betűvel, tehát a rendes írásmód szerint végül is meglett az első Sárnecki üstökös. 1986 óta az első magyar felfedezési üstökös. Én meg boldogan kezdtem bele az évbe, és akkor még mit sem tudtam a március 11-i becsapódó kisbolygóról. Tehát ezzel kezdte az Áron, hogy ez egy igen sikeres év volt számomra. Hát nagyon, amennyire sok szempontból szerencsétlen időszakot, vagy szerencsétlen évet élünk, ha körülnézünk a világba, ugyanakkor meg érdekes ellentmondás, hogy az én életemben meg ez az év hozta meg az abszolút sikereket, szóval furcsa dolgok vannak a világban, meg furcsa dolgokat hoz az élet, és a természetesen magyar üstököt, ezt is felkapta a média, mindenféle vezető hírportálban kisebb-nagyobb hírek megjelentek, úgyhogy ez is nagy publicitást kapott. Ez jó az intézetnek, jó a csillagászatnak, ez jó mindenkinek, hogyha csillagászatról van szó, szóval ez a felfedezés szintén bekerült a médiába. Tehát ez egy nagyon aprócska üstökös volt, így elsőre nem volt rossz, de hát azért én tervezek egy nagyobbat, amit azért távcsővel is meg tudok nézni, mert hogy valójában ez azért ment ilyen gyorsan, azért imitálta egy földcsoruló kisbolyókra gyors mozgását, és azért nem találták meg korábban, mert hogy valójában ez egy nagyon aprócska, szinte az egyik ebből a több mint 4000 üstökösből, amit ismerünk, az egyik legkisebb abszolút fényességű, valójában egy tök picike üstökös volt. A magja az valószínűleg csak néhányszor 10 méteres. A hélüstök is az 10 kilométeres volt, és azért tudtam megtalálni, mert hogy nagyon a föld közelébe volt, mikor felfedeztem, azért nem találták meg korábban, mert hogy a kicsit távolabb volt tőlünk, de mivel halvány, ezért akkor a nagy távcsöveknek is nagyon halvány volt. A decemberben volt egy-két borult hét a nagy amerikai obszervatóriumoknál, nagy hóviharok voltak, nem tudtak észlelni, ezért ahogy fényesedett nem találták meg, és mikor január elején akkor elvonult a hold, és én észleltem, akkor Amerikában mindig, tehát kellett hozzá szerencse is, akkor a föld felé közelítő üstököst sikerült megtalálni, hogy január 8-án el is érte a föld közelpontját, itt a Mars és a Jupiter, a Mars és a föld között haladt el, és mivel utána baromi gyorsan elkezdett távolodni, lehet, hogy rossz irányba is mutatom, mert hogy fölfele ment, ugye ellentétes irányban, mint mi, a föld arra iszonyú gyorsan távolodott tőlünk, úgyhogy gyakorlatilag február elején már el is halványodott, tehát itt január 10-e, és aztán január 24-én már egy sokkal kis gyengébb folt itt a, ugye össze vannak adva a képek az üstökös mozgására, hogy egyáltalán látszon, ezért a csillagok azok ilyen kis gyöngycsorok, ezt ilyen célszoftverrel lehet megcsinálni, mert egy képen nem látszana annyira halvány az égitest, viszont ha a csillagokra adnánk össze sok képet, akkor az üstökös közben egy csíkot húzna, tehát ugyanolyan halvány maradna, tehát megint nem látszana. Tehát ezeknek a mozgó égitesteknek, ha halványokat akarunk előszedni, akkor bizony az égitest mozgására kell összeadni a képet, akkor a csillagok így elhúzódnak, de
Ez most nem szépségverseny, hanem praktikumverseny. A lényeg, hogy látszon az égitest. És végül ilyen mindenféle számhalmazok. A másik az egyik, hogy január 2 és február 6 között vannak pozíciók, egy hónap. Manapság vannak olyan üstökösök, amit 10-20 éven át észlelnek. Ugye, amit most itt kint nézünk, az is CPR 2017 K2. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben, tehát 5 éve fedezték föl, tehát már 5 éve észleljük, meg még lesz neki 5 év, meg valójában ez egy elég nagy üstökös, úgyhogy visszakeresve a képeket, 2013-as felvételeken is megtalálták, amit most néztek, tehát 9 évvel ezelőttieknek. De mindegy, szóval ma már évtizedekig tudunk üstökösöket megfigyelni, hát nekem sikerült egy olyan kis apró szőrszenetet találni, ami csak egy hónap volt, úgyhogy de majd a következő az már tovább fog látszani, azt majd megnézzük a jövő évi táborba távcsővel. Úgyhogy remélem, hogy még találok. Na, és akkor meg valami DC is van, ugye áron, amit akart, hogyha üstökösöket észleltek. Mi ez a DC? Nem tudom, mennyi lesz üstökös észlelési kiképzés. De ilyen kométáknak mi a vizuális értelme? Én itt hallottam, hogy sokan örültek neked. Például az, hogy ez a K2, amit most néztek, ennek több millió év a keringési ideje. Tehát ezt most megnézitek ezekbe a hetekbe, hónapokba, évekbe, vagy soha többet senki már az emberiség tagjai közül nem fogja látni. Esetleg az, aki majd 2 millió év múlva él, hogyha lesz akkor még civilizáció. Tehát ezek ilyen egyedi dolgok, és ez számomra ez adja a különlegességet, ezt megfigyelni. Vagy például aznak is nagyon örültem, hogy vannak hullócsillagra, meteorrajok, például augusztusban a perzeidák, talán szó esik róla, a perzeidákat, amik a Föld légkörébe elégnek kis porszemcsék, meteorok, meg akár nagyobbakat is, azt egy üstökös dobja ki magából, a Swift-Tuttle üstökös, ami viszont 130 évente jár csak vissza, de 1992-ben itt volt, és nagyon azon voltam, hogy ezt lássam. Vagy ugye a Leonidáknak, novemberi meteorainak egy 33 éves keringés idejű üstökös, a szülő üstökös, és a tökörézés látni az okulárba, ott van az a kis ködös valami, abból jönnek ki a porszemcsék, és azt fogom én pár hónap, nem azokat, hanem amik néhány keringéssel korábban pár száz éve kibocsájtottak, azokat fogom én látni, de mégis, amit most a távcsőben látok, kis porfelhő az üstökös körül, ugye itt ez a kis kómácska, oda kiszabadul a por, és majd néhány keringés múlva belemegyünk a porfelhőbe. Most június 30-án volt egy meteorkitörés, a Tau Herculidák, amit egy 1995-ben szétszakadt üstökösnek szétszakadt az üstökös magja, kiszabadult egy nagy porfelhő, és azon idén júniusban átmentünk. És tök jó volt, hogy azt az üstököst én láttam, amikor szétszakadt, és utána pedig a Földet elérte ez a porfelhő. Summa summarum, ezért érdekes, és ha már az ember megnézi egy üstököst, akkor becsülje meg az adatait. Időnként azért előfordul kétféle dolog, vagy az, hogy van ez a kis fénygümő, látod, és egyszer csak váratlanul elkezd megváltozni. És néhány nap vagy néhány hét alatt eltűnik a távcsövedből. A másik, hogy nézed, és egyszer csak egyik napra a másikra sokkal fényesebb. Van, amikor 5-10 magnitúdóval fényesebb, mint egy-két nappal korábban. Szóval az üstökösök képesek nagyon váratlan dolgokat művelni, vagy hatalmas kitöréseket produkálni, amikor nagyon látványosak lesznek, vagy teljesen széthullani, és akkor meg nagyon elfogynak. És ezek, hogy mi történik az üstökössel fizikailag, az megjelenik abba, hogy milyen az ő fejük. Amikor kitörésben van egy üstökös, akkor általában, mivel épp szabadul ki belőle az anyag, középen van egy nagyon fényes csillag, nagyon csillagszerű, kompakt, fényes belőle az üstökös, szabadul ki a friss anyag. Amikor szétmegy, akkor pont az ellenkezője történik, megszűnik az üstökös néhány kilométeres magjából a gázoknak a kipárolgása, szétporlad a mag, eltűnik belőle ez a fényes központi rész, és csak egy ilyen diffúz szétkent paca marad. Tehát ezért az, hogy nem csak az, hogy milyen fényes, mert mekkora csóvája van, hanem hogy néz ki az üstökösnek a feje. Ez egy nagyon fontos fizikai adat. És hogy néz ki az üstökösnek a feje, tehát épp mit csinál ez az égitest, azt mutatja meg ez a DC, ez a sűrűsödés foka, így van magyarul fordítva, mert hogy például egy széthulló üstökös, bármilyen furcsa, ez is egy üstökös, ez teljesen szét, mert ez is egy olyan, ez egy abszolút ilyen kis homályos kis ködösség. Nek látszik. Na és akkor erre találták ki, hogy hát akkor hogy adjuk meg valami egységes osztályát, rendeljünk számokat az üstökös kinézete mellé, úgyhogy számokkal lehet leírni ezt a sűrűsödési fogot. 0-tól 9-ig, nagyon fontos, nem 1-től 10-ig, 0-tól 9-ig.
hiszen angol szászok találták ki, bár annyi értelme van, ugye, hogy egy digiten, ugye a kompjúteren mikor rögzíted, ugye 70-es, 80-as években ugye, már vannak kompjúterek, de még csak néhány 10 kilobájtot tudnak memóriába, meg ilyen floppy lemezeken kell betöltögetni az adatot, ezt nem is tudjátok, hogy miről van szó. Na mindegy, szóval egy digites maradt, és az a lényeg, hogyha nagyon diffúzi, teljesen szét van kendve az a kis szám, az 1-2, ha pedig nagyon sűrű, kompakt, épp kitörésben van, az a 7-8 elmehet egész 9-ig. De 9 az nagyon ritka, mert az gyakorlatilag csillagszerű az üstökös. A 0 is elég ritka, mert az már annyira szét van kenve, annyira el van folyva, hogy szinte alig látszik, de ezek is előfordulnak. 9-est is, meg 0-ást is láttam. És ezen a skál belenéz az ember a tápcsőbe, és belekerül. Nyilván, amikor az első üstökösödet látod, azért valami KB-t tudsz adni. De ez azért az kell, hogy lássál ilyet is, olyat is legyen tapasztalatod. És akkor meg kell adni ezt a DC-t, itt valahol be kell lőni egy ilyen skálára, hogy ha olyan kis alvány, akkor 2-3, ha jó, sűrű, kompakt, ilyen kis fény, boholy, akkor olyan 6-7, az egy jó érték, és akkor köré még be lehet variálni, nem tudom, Áron, milyen most a K2, te mit mondasz? 3. 3? Aha. Szét van. Aha, azt hittem, hogy kicsit kompaktabb. Lesz, jó, hát akkor ilyen. Ugye, tehát egyrészt az aktivitás, másrészt van egy olyan általános, hogy a poros üstökösök, a porban gazdag üstökösök általában kisebbek, kompaktak. Ez a K2 is egy poros üstökös, ezért számítottam kicsit kompaktra. Inkább a gázban gazdag üstökösök azok, a gáz kóma, a gázfelhő az ilyen kiterjedtebb, diffúzabb általában, tehát erre is utal az, hogy milyennek látta az üstököst, utalhat a belső szerkezetére. Tehát azért kell ezzel a számokkal szórakozni, vagy azért van nehezítve az üstökös részét ezekkel, mert fizikai tartalom van mögötte. És akkor ugye kitalálták, hogy ez egy nagyon jó, ez az 1-től 9-ig, ez még úgy ment nagyjából, de hát aztán 1990-ben kitalálták, hogy azért nem ennyire egyszer egy üstökösnek a felépítése, hiszen van olyan, hogy nagy diffúz valami, viszont azért a távcsőben csak látszik a közepén egy kis csillagocska is. Akkor ez most 1, a diffúz, vagy 8, a közepén a sűrű. Melyiket adjam meg? Ennél is van egy kis központi rész, ez nagy szám lenne, tehát körülötte egy kis izé. Na és akkor kitalálták, hogy a számokhoz rendeljünk betűket. Amik a betűk megmutatják, hogyha valami komplexebb a szerkezete, és D, mint diszk, meg S, mint sztár, tehát korong, és csillagszerű, tehát hogy a kómában milyen jelenség van, hogy néz ki ez a belső rész, hogy csak egy csillagocska van, vagy van egy kisebb korongocska is a közepén. És itt vannak ilyen rajz mintázatok, hogy ez az alapüstökösöm, úgyhogy ez egy DC-1 lenne mondjuk. De ha belerakok egy kis diszket a közepébe, akkor a kettő, mondjuk legyen 2, oké, ez DC2, akkor egy kis D, mint diszk, és 4. Tehát, hogy azért kicsi a D, mert hogy egy pici valami van benne, és kicsit megnöveli a számot. Belerakok egy halványka csillagot, sztár, mint kis S, és 4 a kettőről, egy picit megnöveli. Belerakok egy nagy fényes diszket, ilyen is van. Van középen egy nagy fényes, ilyen egyetes kóma, és azt körbeveszi egy ilyen halványabb haló. Ez egy tök általános üstökös. Akkor az már nagy D, mert hogy nagy részt a diszk, és ugye itt kis D, mert kis rész a diszk, kis S, mert halványka a csillag, nagy D, mert nagy a diszk, nagy S, mint nagy sztár, mert hogy fényes a központi mag, ordít az nagyot ad, és akkor már a kettőből ugye lesz kis D4, kis S4, és ha szignifikáns, markáns benne a diszk vagy a csillag, akkor már nagy D, és még növelek a számot. Tehát a nagy S6, az ugye azt jelenti, hogy van egy fény, hogy ha a külső részét venném, akkor kicsi lenne, de a benne lévő erős csillagszerű központi sűrűsödés megnöveli 6-osra, de azért mégse ez a fajta 6-os, ahol sűrű és egy kicsi valami, hanem van egy ilyen egyetlen, tehát ezért sztár, nagy sztár 6-os kell, nagy csillag, 6-os. Ez a DC-nek az egész lényege, de ezt akkor fog tanulja meg igazából az ember, ha foglalkozik, ha észleli. Ha nem ragad magával az üstökösöknek a megfigyelése, csak egyet-egyet így táborban megnéz az ember, akkor ez nem fog kialakulni, és nem is nagyon olyan fontos. De az embernek mondjuk az lesz az észlelési témája, általában ez kialakul,
ahogy Áron nagy bolygóguru, én üstököseket nézek, majd jön ide a Mizser Attila, aki meg változó csillagokat néz, ami elsőre tök unalmasnak tűnik, de valójában az is iszonyatosan izgalmas. Így általában választ az ember témát. Ha az üstökösöket választja, és rendszeresen néz üstökösöket, akkor szépen ez egy idő után át fog menni a fejébe, pláne ha lát sokféle példát. Tehát ezt akkor érdemes megtanulni. Nem tudom, ha Áron kikérdezi utolsó nap dolgozatban, hogy mi a D6, S6, addig jegyezzétek meg. Kaptok csokit, de aztán nem észleltek üstököst, akkor nem tudom, jövőre már nem kell felmondani ezeket a számokat. De ez egy ilyen érdekes dolog, és mondom, nem öncélú, ilyen betűk meg számoknak a kombinációt odaírni, hanem van mögötte fizikai tartalom, jelentenek ezek a számok valamit, az üstökösnek a aktuális viselkedésére és az anyag összetételére utalnak ezek a szám és betű kombinációk, ezért fontos őket közölni az észlelő napon. Úristen, egy és másfél óra. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna dióhéjban mondani. És most iszom. Nagyon gazdag volt és inspiráló. Szép fekete felvételeket csinálhatod, de igazi csillagászat lesz, tehát színes nem is kell egyáltalán. Ja, igen, hát mi nem dolgozunk színekkel. Persze, akár többet is. Értem a kérdésnek a tartalmát. Ugye a pály attól függ, hogy mit kérdezünk. Éreztem, hogy ez? Na, az üstökösnek a periódusa a legnehezebb kérdés. Tehát legelőször pontosan a szög jellegű adatok jönnek ki. Ugye a pályaszámítás, hogy nézik egy ilyen üstökös pálya térben. Akit ez érdekel, mert ez is érdekes, hogy jön ez itt a pály. Itt vannak ilyen vezetet, ez föntről jött, átment a bolygók síkján, és délfele távozott a naprendszerbe. Ugye, hogy jön ez ki? Legkönnyebben az jön ki, hogy áll ez a pálya, tehát mennyi a szöge, hogy van elbillenve a Föld pályasíkjába. Ez a mi legkönnyebben kijön, ezek a szög jellegű adatok. Hát most, ha már belekérdeztetek, akkor már kórú jártatok. Ezek a szög jellegű adatok. Hogy hajlik a pálya, és milyen szögbe áll. A következő, ami kijön viszonylag pontosan, de csak viszonylag, az a perihéliumnak az időpontja, tehát hogy hol van a pályán ez az üstökös. Látszik, hogy január 2-án találtam, 8-án volt Föld közelben, a napot csak január 31-én ért el. Meg ami még gyorsan kijön, ez a nagy Q, ez hogy a pálya, ugye, hogy mennyi a nap közelpont távolság. Tehát kijön, hogy áll, hogy milyen közel van a naphoz, és hogy a pályán hol van az égitest éppen, mikor éri el az ellipszisen, vagy közel parabolán a nap közelpontját. A legnehezebben ez az E jelű érték jön ki, az az, hogy ez az ív, ez milyen ív is pontosan a parabolától képest, hogy tér el? A parabolától épp, hogy egy kicsit kisebb ellipszis, vagy akár a parabolától egy tágabb hiperbóla, mert hogy olyan is van, hogy az üstökös annyira föl tud gyorsulni, mondjuk ha Jupiter közelébe elhad, és a Jupiter megdobja, hogy elhagyja a naprendszert, és akkor hiperbólává válik a pályája. Ilyet is láttunk már. Sőt, ugye most már ismerünk két égitestet, egy kis bolygót meg egy üstököst, ami már eleve hiperbóla pályán jött be, tehát a naprendszerről kívülről interstelláris üstököst, meg kis bolygót is ismerünk. Átszállt a naprendszeren, de azért a 4400 ismert üstökösből egy, ami naprendszeren kívüli, a többi azért nagyon közeli. Na szóval ez jön ki a legnehezebben, és ez adja meg a periódust, ugye, hogy ez a görbén mennyire nyílt vagy szűk, az adja meg, hogy mennyi időt. És ez a legbizonytalanabb. Itt látszik is, hogy direkt raktam be anno, ez egy kicsit szakmai beleadásból van, hogy egy Rudenko nevű ember, meg egy Nakano nevű japán mit számolt. És a Rudenko az írt ilyen E-t, ami ez a szám mutatja, hogy milyen a görbe. A Nakano az csak egy egyest írt, ez azt jelenti, hogy ő parabolának feltételezi. Tehát nem próbálja meg kiszámolni azt, hogy ez egy ellipszis vagy hiperbola, mert hogy annyira kevés az adat. Summa summarum, nem tudjuk, az egy hónap kevés, pláne ilyen hosszú periódusunál. Ha 6-8 év, akkor pár hét alatt kijön. De mivel ez valahol ilyen hosszú periódusú, nem sikerült, az úgy biztosnak látszik, hogy több 10 000 év,
és a fölött valahol a keringési idő, az is lehet, hogy egy millió. Az a lényeg, hogy ezt már hiába várjuk, hogy újra meglássuk, nem ez lesz. Igen, igen. Tehát ha ilyen több ezer, több tízezer év, nyilván a hosszabb, hónapok kellenek, ha ilyen millió éves, tehát erről szél be az Oort felhőből, akkor 3-6 hónap, egy év, mire pontosan kiadja azt, hogy megy. Ez egyszerűen matematika, fizika, ez így van. Igen? Nekem két kérdésem lenne, az első az az ilyen lehetetlen kategória szerintem, hogy létezhet-e, megcsináljuk. Létezhet-e olyan kisbolygó vagy üstökös, ami belép a Föld légkörébe, de nem csak úrik be, vagy nem robban fel? Abszolút nem lehetetlen kategória. 1972-ben észlelték hivatalosan az első ilyet, a Teton Nemzeti Park fölött Kanadában. Ezeket tulajdonképpen ez az igazi földcsúroló kisbolygó. Lehetséges az, hogy ahogy ugye itt mutattam a TC8-nál is, hogy... Ugye, hogy valójában ez is elment mellettünk, csak a Föld behajtotta, elképzelhető, hogy csak annyira hajtja be, hogy eléri a Földnek a légkörét, de hogy egy kis szögben van, akkor mint a vizen kacsázó kavics, a kisbolygó is képes a Föld légköréről visszapattanni. Több száz, vagy akár több ezer kilométer. Mikor ezek kiderültek, akkor kiderült, hogy az 1800-as évekből is vannak olyan meteor megfigyelések, hogy leírják csillagászok, hogy itt észlelték azt egy ilyen fényes meteor, és észlelték Párizsból is, meg Berlinből is, és kiderült, hogy több ezer kilométert repült a légkörben. Tehát ilyenek mindig is voltak, most is vannak, és talán egy pár hónapja, ami meteorkameráink, amik az országban működnek, szintén észleltek egy olyan testet, az végül lesüllyedt, de olyan kis szögbe volt, hogy átrepült a rendes, mit tudom én, egy másodperc és mondjuk út helyett, repült vagy 5-6 másodpercet a légkörben, és mondjuk ahelyett, hogy ment volna néhányszor 10 kilométert, átrepült egész Magyarország fölött. Ez az volt, ami... Mire még a híradó is beszáll? Szerintem ez még benne volt a híradóban is, mert ez is volt, hogy egy ilyen nagyon hosszan repülő. Tehát igen, ilyen létezik, hogy visszapattan a... Ugye, ha űrhajózást néztek, a Földre való visszatér Apollo 13-nál, ugye pont ez a probléma, hogy nem tudják irányítani az űrhajót, és iszonyatosan pontosan kell eltalálni a szöget, mert ha túl meredek eljössz, akkor elégsz, ha túl kis szögbe jössz, akkor viszont visszapattansz a légkörről, és sosem jutsz vissza űrhajósként a Földre. Igen, a másik kérdés. És a másik kérdésem pedig az lenne, hogy nem az aszteroidőnkben, mert így a Jupiter és a Mars pályájának között, hanem hogy kint, nagyon messze a Pluto pályájának környékén, létezhet-e olyan üstökös, ami akár egy bolygót tarthat, mint Hold? Nem egy nagy bolygót, mondjuk egy kisméretű. Ezt nem értem, ezt a kérdést egészen. Szóval, hogy létezhet-e akkora üstökös, aminek holdja van, vagy létezik? Ja, értem a kérdést. Hát ugye itt nagyon furmányosan is meg lehet fogalmazni a dolgot, mert tulajdonképpen a Plútó egy ilyen valami. A Plútó ugye bolygóként kezdte. És törpe bolygó lett. Igen, törpe bolygó lett, de az valójában... az csak egy ilyen fából vaskariba, valójában azok üstökösök, mert ha kirepülünk a Plútóhoz, és megnézzük a felszínét, akkor azt látjuk, hogy metán van rajta, vízjég van rajta, amónia van rajta, csak azért nem üstökös, mert 40 csillagászti egységre van, és nincs elég meleg. De ha megfognám a Plútót, és behoznám a Jupiter távolságába, de elkezdene párologni jóra a jég, egy hatalmas üstök. Tehát ezek a Kuiper objektumok, amik kint vannak, most erről beszélünk. Ugye a Plútót azért fokozták le bolygóból kisbolygóval, mert a Plútót megtalálták 1930-ban, majdnem véletlenül, de tulajdonképpen nem véletlenül, mert szándékosan keresték, de annyira különleges volt, hogy meghagyták bolygó státuszba, pedig tudták, hogy kisebb, mint a mi holdunk, de annyira különleges volt, de aztán a 90-es, 2000-es években, hogy a távcsövek fejlődtek, elkezdték megtalálni a Plútónak a testvéreit, és kiderült, ma már tudjuk, hogy ugye a Neptunuson túl a Plútó és ezek a Kuiper objektumok, ezekben nagyságrennyivel több tömeg van, mint amiről én most beszéltem, a Jupiter és a Mars között. Hiába egy ilyen lőtáblának látszik, meg millió számokról beszélünk, valójában, ha összehordanánk a fővi kisbolygókat, meg a földcsúroló kisbolygókat, a Hold méretét sem érné el ez a törmelék. Valójában tök kevés anyagról beszéltem én eddig. A Neptunuson túl ez a Plútó
térség, ott a Plutó 2000 kilométerével megegyező égitestek sokasága van, sok ilyen 1000 kilométeres, több 1000 darab 100 kilométeres, 200, ami a fővben csak néhány tucat van, ott valószínűleg egy-két föld tömegnyi anyag van a Neptunuszon túl, tehát egy sokkal gazdagabb öv, és ezek mind jeges égitestek. És ma úgy gondoljuk, hogy számos üstökösnek az a szülő hazája, konkrétan a rövidperiódusú üstökösöknek. Ott keringenek a Plutóval együtt, van amelyik, mint a Plutó nem tud közel kerülni a Neptunuszhoz, de vannak olyanok, amelyek sok millió, sok tízmillió év múlva közel kerülnek mondjuk a Neptunuszhoz, a Neptunusz beljebb lendíti őket. Bejönnek az óriás bolygók közé, ezek lesznek a kentaurok, ma sok ezer ilyet is ismerünk. Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz között ott keringenek 50-100, 200 éves keringési idővel, ilyen átmeneti objektumok, már nem Neptunuszon túli, de még nem üstökös. És időnként azt is látjuk, hogy a Szaturnusz távolságában időnként már pöffennek egyet. Általában kisbolygók, de időnként is megjelenek és üstökösszerű aktivitást. Már kezdik. És ezek nagyon hamar, néhány tízezer éven belül újra megközelítenek egy óriás bolygót, az esetek nagyobb részében kirepülnek, ezt mutatják a számítások, de egy kisebb részében még beljebb sodródnak. És amikor elérik a Jupiter távolságát, akkor már elkezdenek párolni, és üstökösökké válnak. Tehát ma már ezt nagyon nehéz megmondani, ugye én is leírom, gyakorlatilag bolygók, körülöttük a holdak, és minden egyebet a szakma már naprendszer apró égitestjeinek nevez. Pont. Nincs üstökös, nincs kisbolygó, nincs Kuiper objektum, nincs, mert annyira átmennek egymásba, és csak annyira attól függ, hogy épp mikor nézed meg, milyen messze van a naptól, hogy most ez üstökös, vagy kisbolygó, vagy valami, hogy igazából naprendszer apró égitestjei. És aztán, hogy épp elkapja egy napkitörés, milyen messze van, beljebb sodródik, úgy változik a működése. Tehát tulajdonképpen igen, és ilyen szempontból valójában a Plutót is akár egy üstökösnek is tekinthetjük, és mert a Plutónak vannak holdjai, öt is talán, amit ismerünk, ezért vannak tulajdonképpen ilyenek. Ahogy egyébként a Kuiper objektumoknak egy jelentős része kettős, azt látjuk, főleg a Hubble távcsővel a intézetben is van olyan kollégám, aki ezzel foglalkozik, aki nem kisbolygó felfedezéssel, hanem a Hubble távcsővel észleli ezeket a távoli Plutószerű kisbolygókat, és nagyon sokszor van, hogy Hubble távcső jó felbontásával lefotózzák az égitestet, és mellette ott le tudják fotózni, hogy kering kerülötte egy kis pötty. Tehát nagyon sok kettős, vagy holdan rendelkező kisbolygó van. Meglepően sok egyébként. És még valamit hallottam nemrégen egy csillagászati magazinban pár éve, hogy találtak elvileg, nem a magyarok, a NASA talált egy olyan üstököst, ami egyszer majd ilyen 150 év múlva kiválik, elindul ide be a belső naprendszerbe, és hogy ez egy akkora üstökös, mint a Föld. De. Itt az eleje jó volt, a második fele az már kamu. De most is történik olyan, ilyen nagy nincsen, de rendszeres az, hogy találunk olyan üstököst, amiről kiderül, hogy azért nem fedeztük föl korábban, nem azért, mert nem volt elég nagy távcsőjünk, hanem mondjuk a Jupiter 25 évről 8 évre csökkentette a keringési periódusát. Sok ilyet ismerünk. Egy Lexel üstökössel összefuthattuk az 1700-as évektől, ami egy szép szabadszemes üstökösként fedezték föl, és kiderült, hogy 5 év a keringési periódus. A csillagászok is elgondolkoztak az 1700-as években, hogy ezt csak észrevettük volna 5 évvel ezelőtt, mikor itt járt, vagy mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, hát szabadszemmel látszik. És kiderült, hogy azért nem vették észre korábban, mert mielőtt felfedezték, azelőtt 2 évvel elhaladt a Jupiternek a holdjai között, tehát annyira megközelített a Jupitert, és korábban 50 év alatt kerülte meg a napot tök messze, de a Jupiter, az apró kis pár kilométeres üstököst beparittyázta a földpálya közelébe, itt fölfényesedett a nagy napsugárzás hatására, szabadszemes lett, és az volt benne a vicc, hogy ment még egy ilyen kör, csak 5,5 év volt a keringési idő, tehát 5,5 év múlva mi pont a túloldalt voltunk, tehát nem láttuk, de hogy 5,5 meg 5,5 az 11, a Jupiter keringési ideje az 11,6 év, tehát 2 keringés múlva megint visszaért a Jupiterhez, ami kiparittyázta. Azóta se látták a Lexel üstököst. Egyszer látták, szabadszemes volt, 5,5 éves keringési idővel, de csak egyetlen egyszer láttuk, mert beparittyázta, meg kiparittyázta a Jupiter. Tehát ez most is, amikor beszélgetünk, most is a Jupiter perturbál üstökösöket ide be, amit majd csak évek múlva fogunk felfedezni. De a Föld eddig jó, az, hogy földméretű lenne, az nem,
néhány száz kilométeresek a legnagyobb ilyen Centaur objektumok, amik most a keringenek az óriás bolygók között, azok bejuthatnak ide, de azért a Földet eltalálni még azok sem, meg valójában ez egy messzervezető kérdés. Nyilván egy Dino Killer 10 kilométeres vagy egy 100 kilométeres letarolja a Földnek a felét, de ettől még a Föld nem lesz lakatlan, hiszen a dinóknál is megmaradt az életet. A Föld 3,5 milliárd éve a Föld lakható, mindenféle kozmikus katasztrófa ellenére. Volt olyan, hogy eltűnt az élőlények 95%-a, az nem becsapódás miatt, hanem környezeti óceánok megváltozása miatt, de végül is élhető maradt a Föld. Tehát nem olyan könnyű kipusztítani az életet a Földről, meg már az emberiséget sem. Nyilván, ha van 5 milliárd halott, az egy elég drámai esemény, de mindig 2 milliárddal el lehet kezdeni. Hiszen a Földnek 1750 körül fél milliárd volt a lakossága, és vígan el voltunk. Nem kell ide 8 milliárd ember. De ez egy nagyon, nagyon szívtelen, tudós megközelítés, de végül is ez az igazság. Ugye Homo sapiens az 2000 fő volt. Ugye, miután kialakult, volt egy olyan időszak, én úgy tudom, a genetikai vizsgálatokból, hogy majdnem kihaltunk mi is, mint a neandervölgyi, meg mint az Australopithecus, csak végül sikerült megmenekülni ilyen környezeti változások miatt, ami kinyírta a más velünk párhuzamosan fejlődő ember kezdeményeket, a Homo sapiens is azt megszenvedte, de kb. Egy 2000 fős populáció végül túlélte, és onnan lettünk most 8 milliárdan. Szóval 2000-en is lehet lenni éppenséggel a Földön. Legalább jobban elférünk. Na, szerintem. Pompás előadást. Most következik lassan a ti előadásokat. Kérlek szépen.